nagyon szívesen válaszolok mindenre, de beszélgessünk. Még egyszer, nem én vagyok a főokos, csak úgy, hogy pedig miért értek fel. Ugye a zone blockingról szeretnék beszélgetni. Ez is az első, amit meg szeretnék válaszolni, a következő kérdés, hogy miért a zone blocking, miért jó a zone blocking. A zone blocking akkor jó, és azért kellene jó, és az nem biztos, hogy eljött minden szinten a zone blocking ideje, amikor egy sima, ez idézőjelben sima, és lehet, hogy ez is lehet téma egyszer, egy sima gap offense, mert nagyon gyorsan olvas az ellenfél, és nagyon gyorsan állítja meg. Az egész zone blocking, amit utána olvas, azt megtudja erről, úgy alakult ki, azt akarták elérni az edzők, hogy semmilyen formában ne lehessen mínuszon megfogni a futásokat. Ebből alakult ki az egész elképzelés, illetve a combo double teamekből jött. A jó az egészben az zone blockingban, hogy nagyon egyértelmű szabályai vannak az zone blockingnak, nagyon egyértelmű lehet tanítani, ez az, ami nagyon nehéz, és ez sajnos azt hiszem probléma az nálunk, illetve a mi csapatainknál, hogy nagyon-nagyon sok edzést igényel, nagyon sok együtt töltött edzést, amíg egyébként ez persze mindenre igaz, de mondjuk amíg egy passzjátékot is, erről is erős megbeszéltünk egyszer, ugye egy nagyon nagy divat lett, hogy az összes offense nemzetközi szintéren elfelejti a futásokat és elkezdenek passzolgatni. Hát hoznak egy irányítót, meg egy amerikai receivert, és kész van a passzjáték mondjából. Nem ilyen egyszerű, de azért ez sokkal egyszerűbb, mint egy zone blockot fölépíteni, és egy ilyen futójátékot létrehozni. Hát a lényeg az, hogy mondom, nem biztos, hogy minden szinten eljöttenek az ideje, de azt gondolom, hogy nem állt, hogy tudunk róla, hogy az alapszabályait legalábbis ismerjük. Hogyha találkozunk egy olyan csapattal, illetve olyan bajnokságban, inkább ezt mondom, veszünk részt, ahol már hát nagyjából a futásokat megbírják állítani egy-két jargonak, akkor tudjunk mihez múlni. Ez nem egy olyan játék, ez saját tapasztalat sajnos, amit így néha be lehet vetni. De vagy ezt játszunk, vagy nem ezt játszunk. Az NFL-ben néha be lehet vetni, mert annyira profik a játékosok. De tudjuk mihez igazítani ezt a tavaly előtti azt hiszem Indianapolis Colts offenzer, egy ilyen szimmetrikus offenzer, két Titan-del is nagyon sokat játszott a ilyet, illetve ennek a read változatát játsza az Oregon Ducks, és a középiskolában nagyon sok csapat csak erre a szisztémára építi a futójátéket. Vannak ilyen zone, játszik zone blockingot, akár read, akár optionnal. Senki? Jó. Megpróbálok csak az alapjait fölvázolni, és az alapszabályait. Amit mondom, ami nagyon-nagyon jó, hogy nagyon egyértelmű alapszabályai vannak. Vegyük azt az oldalt PlaySide-nak, az első alapszabálya, és ez majdnem minden az offense falról fog szólni. Azt kell megállapítanunk, hogy PlaySide-on először is kezdjük mondjuk a gárda, hogy a covered vagy uncovered státuszban van. A következőt jelenti ez. Próbálok úgy felállni, hogy lássátok. Ez a PlaySide. A PlaySide oldali falember belső vállától a PlaySide oldali mellett álló külső falember belső válláig áll valaki fönt a vonalon, akkor ő covered falember. Például a mellettelé ebben a felállásban, innentől idáig senki nem áll, akkor a center uncovered falember. Jó, menjünk tovább. Innentől idáig, ugye ez hatos technikán áll zárás, akkor is ő már uncoveredként kezelhető. Ez egy érdekes kérdés, sok helyen azt mondják, hogy ebben a felállásban a tackle covered, sok helyen azt mondják, hogy ebben a felállásban a tackle uncovered. Mindjárt el fogom mondani, hogy a lényegen. Ugyanígy, ha fölrajzolgatjuk, nyilvánvaló, hogy ő covered. A PlaySide ellen offense tackle minden helyzetben uncovered falember. Elengedjük az embert. Igen. Mi a lényege?
sok fajt, most három fajtára gyorsan szeretnék beszélni, inside zone, outside zone, outside stretch. Nézzük egy inside zone hívást. Következő a történet. A running back elsőként a guard külső vállát támadja, másodikként play side álljukat, illetve erről majd beszélek külön. Megkarikázom, jó? Ezeket a lyukokat támadja. Tehát, ami a lényeget, és elsősorban a legfontosabb, hogy nem engedjük a linebackereket fölmozogni egyből, hiszen magunk sem tudjuk, hogy a futás melyik lyukon fog befejeződni. Tehát térjünk vissza a falra, nézzük mik a mozgások. Nézzünk egy covered falember mozgását. Még mindig ez a playstyle-unk. Ha ő covered, fölnyújtottuk a gárdot, akkor ez az első lépése, playstyle-ra kifelé lép. Jó. Második lépés. Harmadik lépés. Negyedik lépés. Mi történik? Lép. Ugye, mi lehet még, és pont erről beszélgettetek a defense-be, hogy mostanában, vagy nem mostanában, mindig is volt egy csomó trükk, hogy a fölállt mondjuk hármas technikára, vagy head-up-ra, és onnan pinch-elt, slant-elt, bármilyen stuntot hívtak a defense falaknak, hogy ezzel megzavarják az offense falakat. Pont itt jön a lényeg, hogy azért hívjuk zónablokknak, mert nem egy embert fogunk blokkolni ilyen helyzetben. Tehát azt mondtuk, hogy covered falembernek ezek a lépései. Nézzük meg, hogy milyen egy uncovered falember lépése. Még mindig ez a playstyle-unk. Külső lábbal ez az első lépés. Belső láb, ez a második lépés. Harmadik lépés. Negyedik lépés. Nagyon nagy különbség van a között, hogy valaki kevered falember, vagy ránkevered falember, hogy mik az első lépései. A lényeg a következő. Ő egy kevered falember, ez a playstyle. Ezekkel a lépésekkel. Ha ez lehetséges, akkor a head-upon, vagy mindegyhol álló, vele szemben álló defense falember külső oldalra próbál kerülni. Ugye nyilvánvaló, hogy kétfajta falember van. Az egyik, aki később ismeri ezt föl, mint ő, a másik, aki vele egyre. Aki később ismeri föl, az előre fog lépni, aki együtt ismeri föl vele, az kifelé fog lépni. Mellette ez a center ebben a helyzetben uncovered falember, ez a mozgás fog történni. Itt létre fog jönni egy double team, jobb esetben, nem minden esetben, jobb esetben egy double team fog lépni. Itt már csak azt kell eldöntenünk, hogy ki az, aki tovább megy, mondjuk megnézzük itt a linebacker, ki megy tovább a linebackerre. A lényeg a következő, van egy ilyen három kész technika, hogy ezt is belevigyem a történetbe. Ha én vagyok a kevered falember, léptem kifelé, a belső oldalamra került a velem szembe álló defense line, akkor csak a belső kezemet rakom ki, azzal ezzel próbálom elérni azt, hogy miután későn leolvast ő ezt a play-t, ne tudjon utána lépni. A mellettem lévő uncovered falember, mint egy húzást indítanak, ezért lép hátra a lábában, meg tudom elnél kerülni. Három kész technika a lényege, ez a tökéletes zone block, hogy a kevered falembernek csak a belső keze van a vele szembe álló, vagy most már nem szembe álló belső oldalon, a tekülvállam, a center szembe kerül vele, és mind a két kezével megfogja. Ha ez így történik, akkor ő fog tovább lépni a linebackerre. Ha ez nem így történik, és ez mondjuk slant-el, vegyük az egyszerű példát, slant-el kifelé, akkor ez a gár azzal mutatja ennek az uncovered falembernek, hogy egyedül fogja blokkolni, hogy két kézzel veszi föl, és nyilván itt kifelé fogja fölvenni. A mellette lévő falember olvasja, és ő megy tovább a belső ember. Ugye egyébként jelen esetben ők ketten a kulcs figurái ennek a játéknak.
alapszabálya még ennek a történetnek, hogy mindig mind a két falember a linebackert nézi. Tehát nem a defense line-t nézi, és ezt a legnehezebb megtanítani, hanem mindig mind a két falember a linebackert nézi. Nézzük, hogy miért, mi fontos ebben. Ugye mi történhet? Ez a linebacker olvassa, de azt nem tudja olvasni jelen helyzetben, hogy melyik tükkoljon a futás, elkezd a play side irányába mozogni. Ugye elkezd a linebacker a play side irányába mozogni, de még azt sem tudja, hogy a két falember közül ki az, aki rá fog jönni blokkolni. Az egész egy ilyen késleltetett kimenés linebackerre. Jó? A play side ellen oldalán ugyanez. Minden alapszabály ugyanez. Ő covered falember, ő uncovered falember. Itt is létrejöhet egy double team. Az nem biztos, hogy így lesz, létrejöhet egy double team. Őt szabadon hagyjuk. Erről vagy tejtsük egy pár szó. Ez fontos, vagy sima power zone-t játszunk, tehát full back, running back, itt akkor is fontos. De ennél sokkal fontosabb akkor, ha elkezdünk egy ilyen read zone-t játszani, de arról beszéltünk, hogy azt erről ne kezdjünk beszélni. És nem. Beszéltünk róla, hogy ne kezdjünk beszélni, de... Na, akkor ezt csak megemlítjük, jó? Ez majd akkor lenne fontos, ha egy részben játszanak. Ez egyébként maga az egész felépítés, olyan ez is egy kicsit csapogok, azért tetszett meg nekem, mert nagyon-nagyon sokféle játékhoz lehet hozzárendelni. Hozzá lehet egyébként a legrosszabb véleményem szerint egy ilyen power zone offense-hez, ahol egy nagyon erős fullback-es futójátékot játszanak így, de a legjobb hozzárendelni ilyen read zone-hoz, amit talán nem pont ezt, de én azt nem így, a Hurricanes például hasonlót próbál játszani. Nem pont ezt, de hasonlót. De ott van, most ebben nem megyünk be, de annyi a különbség, hogy általában a B-ugokat nyitnak és azt próbálják olvasni, nem a zónnal keverik össze, hanem egy másfajta. Read option az. Igen, így van, ez egy sima read, amit ők játszanak. De hogy értsétek, már aki csak hát zónri tudja, hogy nem, az egy sima rendőrség. Két B-juk, egyik van a running back. Ittak egy húzásra a B-jukból, amit felhassak, kilépnek, és hogyha úgy látja a márkodat, nyílik a lukot, a lényeg, hogy nagyon sok mindennel lehet jól összehozni, sőt, amire szeretném fölhívni a figyelmet, egy play action pass játékkal is nagyon össze lehet hozni. Hiszen mit tanítunk mi a defense falaknak, linebackereknek? Hogyha előre lép valaki, az egy futás. Csak hogy itt az első három lépésben soha senki sem lép előre. Tehát ebből az offenszből nagyon nehéz azt is leolvasni, hogyha egy pass lesz. Ugye ezt, hogy össze akarom hozni egy play action-nál, akkor ide adok egy féket, és visszaforgatom az irányítót. Nagyon késő lesz, mire ez a D-line, meg a linebacker sor ezt megírja olvasni. Oké. Okay. Tehát visszatérve, mit csinálunk ő vele? Ugye ezért egyik irodalom azt mondja, hogy uncovered, másik azt mondja, hogy covered a techno. Alaphelyzetben ez történik. Kifelé toljuk a defensive endet, hogy belül nyissunk lyukat. Oké. Okay. A lényeg az, hogy minden ilyennél az elsődleges célpont a guard külső válla. Na ezért mondtam, majd itt ezt erre majd visszatérünk, hogy ez miért lehet másodlagos. A másodlagos running back célpont a play side álljuk, a center válla, a harmadlagos célpont play side elleni B-juk. Ezért futásnál is nagyon fontos, hogy az irányban mindig forgassuk vissza. Azt beszéljük át, hogy mikor melyik történet lehet. A külső vállára került a gárd, és ő tudott tovább menni, és ő kétkezes tartalmat föl tudta venni, akkor az eredeti lyukba futunk. Ha a tackle slantelt, vagy nagyon gyorsan olvasta a defense tackle, akkor a guard egyedül fogja fölvenni, és csak kifelé tudja tolni. A centernek ezt kell olvasni, és tovább menni. Akkor a másodlagos célpont válik fontossá. Még mindig erre majd össze szeretnék kérni. Mind a két lyuk be van tömve. Az ez a legnehezebb. Azért forgatjuk az irányítót mindig vissza, hogy az a defensive end, aki nincs blokkolva, annak le kelljen, hogy zárja az irányító mozgását, és ez a harmadikus célpontunk.
még erre majd visszatérek, nem felejtettem. Mi van akkor, hogyha az történik, hogy erre valaki kitalálva, hogy rettenetes vagyok, és még 5 falembert fog felállítani. Erre is tök egyértelmű szabályok vonatkoznak. Ha a playside játékosok kameredek, mondjuk legyen ez, ő észlelte, hogy ő kavered falembert. A következő, hogyha én észlelem, hogy én kavered vagyok, azt kell megnéznem, hogy a mellettem lévő, a playside elleni oldali falember, az kavered vagy elkevered. Ugye egy előző esetben ő elkevered volt, most kavered. Ha kavered vagyok én, és a playside ellen oldali társam, akkor a zomblok helyett egy ember blokkolás fog történni. És nincs semmi, elfelejtettük az egész összeszabály, tolódás, mindent. Ő fogja blokkolni őt, ő fogja blokkolni őt. Egy nagyon egyszerű ember remény. És itt lesz szerepe ennek, hiszen ha mondjuk head-upon áll ő fogja blokkolni őt, és akkor ugye ezt beszéltük meg az elsőleges célpont, akkor előfordulhat, hogy kifelé kell vágni egy inside zónnál is. Különben mindig belül megyünk. Jó? Ami az alapjaiban nagyon fontos az, hogy megtanítsuk azt, hogy fölismerjék, hogy ki a kevered, ki az enkevered. Egyébként egy blitzelő, vonalba följövő, player-t följövő linebacker is eldönti, hogy kevered vagy nem. Jó? Ide följön a májt, ő befolyásolja a keveredet. Aki a vonalon van, az mindenki befolyásolja a kevered szisztémát. De először megtanítjuk, hogy elkeveredet a falemberek, utána megtanítjuk, hogy mi a kevered lépés, mi az elkevered lépése, utána megpróbáljuk megtanítani, és komolyan ez a legnehezebb, hogy mindenki a linebackert figyelje, utána megtanítjuk a háromkész technikát, és utána megtanítjuk azt is, hogy minden le van fújva, és egy ember blokkolás lesz, a playside-on mellettem lévő playside ellenoldali mellettem lévő falember szintén kevered. Ez azért nagyjából világos, ugye? Egy kérdés, itt a tight end az visszadép? Már hol itt? Ott. Az a... Hát ugye itt az elkever szabály szerint fog. Nem nincs ott rajta senki. Kupa segít az oda mögötti. Ez történik. És megy tovább. Megy tovább. Már mondom, miért nem segít inside-nál. Mindjárt. Jó? De akkor ő kettőt vissza kell néznie, mert nem elég, hogy egyel beljebb ott van neki. Neki nincs itt egyel beljebb, ez itt hezában áll. Várjál! Egy kicsit úgy fordított, Vili, hogy a... Csak nagyon tökről szövítünk. Már jó lesz. Tőlem arra kábred ember van, tehát ő biztos, hogy egy sima ember blokk. Ha most válaszol. Azért mondom, mivel a szabályokat elmondták, akkor az volt, hogy teljesen meg kell néznem. Ha én kavered vagyok, és egyel belettem kavered van, akkor ember. Ő nem kavered, egyel belettem kavered van, akkor az első szabály alapján neki vissza kell lépni. De mi az a vissza? Erre gondolsz? Igen, csak nem értettem a visszalépést. Ugye minél húzást fog kivéve, ha az a strong hit-tál rajta. Akkor meg megy. Jó, akkor meg megy. Oké. Hát nem ilyen egyszerű azért ez az egész történet, de hogy mekkorák, és most jön az, hogy el is nagyon sok, ahányat olvastam, annyira írtak erről, hogy mi hogy jó, és ez jó, ha különben is gondolkozunk, mert sokszor elfelejtjük. Az offense fal sok távolsága meghatározza a playeinket. Például az egymástól mért távolság, illetve ez a távolság, ami a labdától vagy a centertől van mindegy, hogy közül. A legtöbb szakirodalom erről azt írja, hogy ennek a távolságnak gyors. Ja, egyébként még egy ilyen tévét, ami megcáfolnak az igazán hozzáértő. Mindenki azt mondja, hogy ez marha gyors van emberekkel ennek. Ez nem teljesen igaz az a történet. Persze nem, most nem bántásként, de nem a legpufi van emberek, de nem feltétlenül a leggyorsabb falemberek kellene ehhez a játékhoz. A lényeg. Azt írják, hogy miért jó, ha az emberek közötti távolság nagy, ez tök egyértelmű, mert nagyobb lesz a lyuk, ahol eldönti a running back, hogy hol fusson.
Nyilván, ha egymás nyakán állnak ezek a falemberek, akkor sehol se fog tudni futni. Viszont miért rossz, ha nagy a távolság közöttük? Mert akkor ugye a két ember közötti mozgást nagyon nehéz jól megoldani. Pedig azt írják, hogy ilyen 3,5 láb fej az ideális távolság egymástól. Illetve, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a labdától mért távolság mennyinek kell, hogy legyen ez a távolság. Két dolog van, ugye ez nagyon jó, ha a gárd és a center hátrébb áll, valamennyire a szabályra ezt megengedik, csak neki nem jó. Ugye? Ez világos. Mert ha a gárd és a tekül hátrébb áll, sokkal szabadabb a mozgás, és sokkal távolabb kerülnek tőlük a defense falemberek. Viszont a centernek sokkal nehezebb dolga van, mert rajta viszont rajta állnak nagyon a defense falak. Jó? Erre is írnak sok mindent. Van olyan középiskolai edző, aki az a véleménye, hogy ezt úgy kell játszani, mindenki a vonalon van, én nem akarok okosabb lenni, mint ő. Van, aki azt mondja, hogy minden adott távolság legyen a center és a gárdok között. Erre figyeljünk oda, és ez csomó mindent jó kipróbálgatni a saját csapatunk, vagy hogy működik, hogy nem működik. Jó, van ennek egy másik változata, outside zone. A lényege egyébként nem sokban különbözik, egyetlen egy szabálya van, hogy kell egy ember, aki a legszélső falembert befelé blokkolja. Mondjuk maradjunk ennél a felállásnál, a rásfalkos technikán. Kell egy ember, aki a legszélső falembert befelé blokkolja. A lépés a gárdnak ugyanaz, még egy különbség, a tekül lép kifelé. Mi történik? Ez a falember befelé pincsel, akkor ez átveszi ez a tekül a befelé pincselő falember, és a titan fog tovább menni. Ha ez az ember dolgozik kifelé, akkor muszáj a titannek megtartani, és akkor egy húzás van a plében. Az összes többi játékos ugyanúgy viselkedik, mint egy inside zone-nál. Annyi a különbség, hogy kifelé megy. Ez az első támadó, támadási pont, ez pedig a második. Ugye innen nem nagyon lehet visszavágni a playside ellen oldalára. Különben semmiben sem különbözik, a különbség az outside és az inside zone között a tackle és a guard, mint persze a running back mozgásában van. Jó? És még egyet meg lehet említeni, még egy futójátékot, az outside stretch, de hát az már igazából nincs is köze, vagy sok köze az omblokkhoz. Mindenki a tőle egyel kijebb lévő, playside-on lévő falembert próbálja mélyen blokkolni. Mondjuk egy ilyen felállásban mi történik. Jó, és ezt általában toss play-ekkel hívják együtt. Jó? Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyszerű rendszer. Beleestem én is abba a hibába, hogy azt gondoltam, hogy egyszerű. Szerintem tanítani nagyon egyszerű, mert csinálni marha nehéz. Ez mind a kettő igaz. De az a véleményem, hogyha sok olyan csapat lesz, aki egy gyepen való, úgymond egyszerű futást azonnal megfog, illetve elkezdődik az a tendencia, hogy már nem lehet húzni a Magyar Ligában, mert nem most már arról beszélek, mert azt azonnal leolvassák a linebackerek és a defense falak, akkor eljön az a pillanat, remélem hamar, hogy más technikákat kell alkalmazni. Én ezt gondolom egy megoldásnak sok közül. Jó, és az utolsó történet, mennyi az idősnek? Nem nagyon. Nem nagyon. Időben.
időben az utolsó történet, amit ebből szeretnék felhozni, ez a Play Action Pass, amit már megemlítettem. Ugye, hogy ebből nagyon-nagyon jó játék, ebből nagyon-nagyon jó játék Play Action Pass-t hívni. Mert ugye az történik, hogy az első lépésekből, ha ezt már hívtuk négy ilyen futást, az első lépésekből nem fogja tudni elolvasni az ellenfél defense-et, hogy ez egy passzmér futás, mert ezek a marhák eddig is ezt csinálták. Tehát valójában ez egy nagyon jól összehozható, és szerintem viszonylag egyszerű rendszer, még egyszer mondom, tanítani marha egyszerű, megtanulni sokkal-sokkal nehezebb, és nagyon sok kérdést tett fel. És amit Dunajvárosban és Győrben is megpróbáltam ezt tanítgatni egyelőre csak, hát nem tartunk túl előre ezzel, azt kell, hogy mondjam. Még egy, ami eszembe jutott, hogy a running back-nek milyen fontossága van. Olyan running back-ekkel érdemes ezt játszani, akik tudnak olvasni és tudnak irányt váltani. Különben el se kezdjük a egy irányba futó, soha lyukat nem váltó running back-kel. Jó, az utolsó a power zone-ról, de mondom, szerintem a power zone-nak a legkevésbé célra vezető, azt írja a szakirodalom, hogy a fullback mindig abba a lyukba megy be, amit eredetileg támadnak. Ő mindig abba a lyukba megy be. A running back olvas mögötte. Se ideje nincs a fullbacknek leolvasni, és ő mindig a playside B lyukba megy le, majd be, attól függetlenül, hogy utána a running back melyik lyukba fog futni a három lehetősége közül. Nagyon-nagyon fontos. És akkor a readről, vagy valakit érdekel esetleg a read, vagy nem nagyon? Persze. Jó. A read zone, ugye azt mondták, így van, csak shutdownból lehet, ugye olvasni egy irányító csak shutdownból fog. Ugye, az elsődleges célpont ugyan inside. Kicsit elenyészve, shotgun, az irányító, őt olvassa. Egyébként ezt már hagyjuk is. Állítsunk fel spread offense-t, őt olvassa. Ezt az ember fogja olvasni. Mit tehet ő? Hát már egy... Megmondom, mit szoktak csinálni? De mit kéne, hogy csináljon? Vagy megy a play side-ra, vagy föllép és lezárja az irányító útját. Ugye ez a két dolga lehetne. Ha megy a play side-ra, az irányító fut, ha föllép lezárni, akkor az elsődleges célpont a running back fut. Ezt még lehet egy nagyon érdekesebb keverni, amit az Oregon Ducks kezdett el, de mondjuk nekem marhára tetszik, hogy ebből egy triple option lesz a következő képen. Ugyanezt az embert olvassuk, elsődleges, hogy ő fut, a másodlagos, hogy az irányító fut, ugye minden triple optionnél két embert kell olvasni, először leolvasta, hogy merre ment a defensíven, elindult az irányító. Utána olvassa, hogy mit csinál a szélső linebacker, a szélső linebacker vagy rajta marad, vagy elindul, megfogja a futást, és akkor kidobja neki. Lehet passzal is, sával is, nálunk nem megy a sima passzal, mert nem vagyunk olyan túl ügyesek. Mind a kettővel lehet. Ezt egy nagyon jó, például az egyetemen sima paszt dobnak belőle. De mi próbáltuk mind a kettőt, és azért, hát most nem mondom, hogy túl a célosok vagyunk, de sikerült. Ugye itt meg egy és szörténk... hogyha a slot receiver a safety, és a Will Linebacker ott van, és csak arra vár, hogy ő... Ez történik, mindjárt, pillanat. Őt felállítjuk ide. A safety-t felállítjuk a belsőre, a corner-t felállítjuk a külsőre. Akkor ennek az embernek, de ez minden magulnél is igaz, azt kell olvasni, hogy kettőjük közül melyikünk áll följebb. Hogyha ő áll följebb, mondjuk a safety, mert ilyen is lehet, akkor ő a safety-t fogja blokkolni, ő fut kifelé, a linebacker fölrohan, akkor ő kapja a paszt. Igaz, hogy marad itt egy corner teljesen szabadon,
De ha ő állt följebb, ő veszélyesebb, hogy megfogja ezt a történetet, akkor ő blokkolja. De ha ez fordítva van, és a safety kit áll, és a corner mondjuk, nem tudom, cover 2, akkor ő blokkolja, és ugye a safety elég távol van ahhoz, hogy hát mondjuk legalább egy first down-t megbírjunk ebből futni. Jó? Persze, még egyszer, nem feltétlenül mindenkire jó ez, nem feltétlenül mindenki tudja ezeket a játékokat megcsinálni, de egy olyan opció, véleményem szerint, de maga a zone block, egy olyan opció, ami érdemes elkezdeni foglalkozni, de szeretném fölni minden edzőnek a figyelmét, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon sokáig tart. Dunajvárosban a szezon előtt én ezt megpróbáltam megtanítani, egész jól ment. Már úgy mindenki várta a szabályait, hogy igen. És akkor elkezdődött a szezon, és a, mit tudom én, a szezon előtti utolsó edzésem, mi, ja, közben másra is foglalkozom, és visszatértünk ugyanerre. Gyerekek. Senkinek fintja se volt arról, hogy most ki lép, hova lép, miért lép. Nyilván nagyon sok helyet tart ezt megtanítani. Én elkövettem azt a hibát is, hogy nagyon ritkán van arra idő, például, hogy őrjek, leüljek így táblán ezt megpróbálni elmagyarázni. De abban biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon sokáig tart ezt megtanítani. Tehát ennyi. Egy elég fizikális offence fal kell az helyből. Szerintem mentálisan kell rendben lenni az offence falnak. Igazából azt írják, hogy azt írják az okosabbak, mint én, hogy ilyen pitbull offence fal kell hozzá, ami nálunk, erről még beszélhetünk, hogy nagyon ritkán látom nálunk. Az offence fal stratégia tisztelet a kivételnek, hogy oda megy az offence fal, lök egy passzot, hogy ott a defense fal, na volt meg, most megkapta. És ennek az a lényeget, hogy mindig mindenki blokkba marad. Tehát bármilyen mozgást végez egy gárda legjobb pozíció, erre azon mutatják be egy könyvbe, ő ezt nem tett kifelé. Ugye nem az, hogy lövök rajta egy aukat, mert miért arra mentél. Elindult kifelé, végig rajta maradok, sípszóig tolom ki a playből. Ebből a szempontból, ha ez is fizikális, akkor nagyon fizikális offenszal kell hozzá. Kevésbé tudsz előre indulni, tehát alapvetően ki kell tudni a mozdítani, mert ugye egyik falemre se tud előre felé indulni. Ez így van. Ki kell tudni utána. Ez így van. De én azt gondolom, hogy van egy videó, egy középiskolai videó a neten, nem tudom, hol találtam, egy marha jó gyakorlattal, egy nagyon egyszerű gyakorlattal, két offense fal áll föl, és itt egy big boy, amit tart az edző. És semmi más nincs, ez az ember mindig kilép a playside-ra, breakdown, 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 a másik lép felé, és ő tovább megy. És ez nagyon jó, én azt gondolom, hogy ez persze nagyon egyszerű gyakorlat ez, de ez egy nagyon jó gyakorlat. Akkor áll az edző a biggie boy-jal, ugye ez érthető volt ez a gyakorlat. Kilép, három kész technika, breakdown-ol, amíg oda nem ér a társ, és ő megy tovább. Akkor utána elkezd az edző, hogy elkezd pincselni, szlentelni. Mondjuk akkor már vannak bajok a középiskolai, ugye az a baj, ez a játékos a videón is elkezd pincselni az edző befelé, lép kifelé, és automatikusan visszafordítja a testét befelé, és ezzel vége is a playnek. Tehát ahogy egy pincselőre visszalép az emberem, ott vége, mert itt fog följönni a linebacker mögöttem, és kész. Ugye akkor ezt le kell olvasni, és ez is innen nehéz, hogy kilépek, elpincsel befelé, jó, az már nem az én emberem. Vagy kiléptem, elszlentelt kifelé, keresztbe húzta az arcát előttem, jó, akkor fölveszem, és tudom kifelé. Nagyon, nagyon nem könnyű, de legalább a szabályai viszonylag egyszerű. És ha megnézte középiskolai meccseket, konkrétan meccseket futnak végig így. Semmilyen más. Nincs húzás, nincs gap offense, nincs semmi. Zone block van és kész. Jó? Kérdés? Blitzernél egy picit bonyolultam. Igen, hogyha a vonalról blitzelnek, úgy könnyű. Ha nem a vonalról jön a blitz, úgy nehezebb. Mondjuk ott meg okosabb offense fal kell, aki a defense fal mozgásából olvassa, hogy menni fog. Igen, de ha vonalon van a blitz, akkor nem túl nehéz. Akkor nehéz, ha nem a vonalról blitzel az ellenfél. Kicsit késleltetve a blitzel, meg úgy nehéz. De nagyon nehéz van ennek kereknek, szerintem ezt megfogni. Tudod, amíg azt tanítjuk, és én is, meg mi is ezt tanítjuk, hogy ez a te jó felelősséged, utána olvasgatsz. Van egy lyuk felelőssége, és már az is, hogy egy zónnál tartsa a lyuk felelősséget, ez elmegy a lyuk előle tulajdonképpen. És ugye a védekezése is ez lenne, hogy mindenki tolódik a vonalon, a defense line tolódik a vonalon, a linebacker sor tolódik a vonalon, és a NFL-ben azért kezdte el, hogy legalábbis én ezt olvastam tavaly előtt a
Colt, mert nem volt túl jó az offense fala, és azt akarták csak elérni a futásokkal, hogy ne legyen nullán megfogott futásuk, és hogy 2-3 yardot, mert ugye ebből az adódik, hogy mindenki tolódik, a linebacker sor is tolódik, nem tud ilyen intenzíven följönni, és nem tudja, melyikünk bajon a futás. És ez is volt egyébként nagyjából a Colts-nál, ugye passzokból csináltak TD-ket, de nullán, mínuszban nem nagyon fogtak meg futásaikat, és ilyen 2-3 yardokat hoztak a futásaikból. Én azt mondom, hogy nálunk ez egy jól megtanult történet, nem 2-3 yardval, hanem nagyon sok. Nagyon nehéz átállni szerintem egy defense-nek erre, annak ellenére, hogy azt is látom, hogy szinte nincs is, hát most nem merem megkockáztatni, hogy Európában, de közép vagy Kelet-Európában nincs nagyon olyan csapat, aki zomba pingot használna. Vagy nem így van? Hát a centerben a belgán az, aki gyakorlatilag ezzel. Igen? Most próbálnak. Tavaly szerintem jobban mennek ki, tűzik nem. Tavaly volt az egyébként rettenetes. Rettentő nehéz bevédekező, mert ugye ráadásul megijednek a linebackerek, hogy hú, főleg egy outside-nál, hogy úristen ez megy kifele, és túl. Sőször az volt, hogy a felséget fizetősúságosak kiment, és akkor ott a visszaváltozott. Nagyon sokszor, hogy a linebackerek túl mozogják ezt az egész történetet, de mi elment a lyuk előle, ő mozog a lyukkal, túl mozog, de egyébként még olyan is volt, még nekünk is, jó, hát nem túl acélos csapatokkal játszottunk, mert a Dunajváros, de nekünk is volt olyan, hogy ez a linebacker tök jól leolvasta, hogy elmegy a play. Csak arról nem volt fogalma, hogy hát mégis hol. És ő annyira túlmozogta, hogy a saját lyukába ment a play, tehát ahol kell menni, de azon is túl tudott mozogni. Meg ezeknél ugye az is gázis, hogy lehúzzák, hogy széthúzzák egyik oldalra, és visszalárd a gyerek, ez ugyanúgy, ahogy a linebackerek túlmennek, ugyanúgy mondjuk a középső falak is túlmennek, igen. És ott a helyükön. Igen. Szóval valójában egyelőre például minket meg lehetett fogni, most nem olyan nagy műnétrük, de a saját defense-ünk azért egyelőre megfogta ugye a saját offense-ünket, aki még nem csinálja ezt túl jól, hogy ugye ilyen gap and go-kkal be a lyukba. De igazából, hogyha nem kiértené ezt, akkor nem lehetne ezzel megfogni ezt a történetet. Csak ezt már 2 év alatt, mondjuk heti 2 alkalmas edzésen. Ezért mondtam az elején, hogy ez a legnagyobb bajom ezzel, hogy én azt gondolom, hogy heti 4 alkalommal lehet, hogy ez már egy ütőképes történet. Csak meddig tudjuk erre fogni, érted? Meddig tudunk mindent erre fogni? Sok olyan falembered kell, hogy legyen, mert azért ez egy olyan dolog, hogy egy embert ebből behozni később, az elég kemény szerintem. Lehet, hogy az is. Én azt mondom, hogy egyszerű különben ezt megtanítani. A szabályok benne nagyon, nagyon egyszerű. Az nagyon. Tehát én azt látom, hogy nem állunk, mi ugye hogy nem ezzel operálunk. Nem is fogunk még. Nagyon nehéz az újoncoknak azt a csapda, az izlé, a így, és akkor most kombó, pedig nagyon van egyszerűsítve már, milyen kis, tehát már tényleg az, ott is a pár alapszabály van gyakorlatilag, de nehéz neki fölönni a ritmus. Ez itt a technikát megtanulni nem az, ilyen. Az a legnehezebb az egész. A szabály nem, én is azt gondolom, hogy a szabály az marha egyszerű. Valójában a technikát megtanulni, igen, én is azt gondolom, hogy az sokkal nehezebb. De még mindig egyébként sokkal könnyebb tartom, mint 20 play-t, mint ahogy mondasz. Ez egy csapda, ez egy nem tudom, húzás, ez egy izé, ott egy csomó technikát kell. Ezért a gap offense-ben vannak is lehetősége, hogy a zónán nincs. Ahogy tudsz, a gap offense-et tudsz találni bizonyos ember is, ez ami a zónán nincs. Az az igazság, hogy a zóna az egyik előnye, mindig mondom, most ha jól tanítjuk mindenki, hogy mindig plusz egy ember, ahol vagyunk. Azt jelenti, hogy hívják, hogy mondjuk. Ez a tökéletes benne, és pluszban mi tudsz keverni belőle, főleg vízszerre mi tudunk még pluszban játszani, ez botrán sok. Csak azt, hogy szerintem olyan emberekkel, akik már gyerekkorok óta foglalkoznak, vagy legalább nézik a focit, azért, hogy amikor belép valaki mondjuk a vonalra fölé, egy linebacker, az ne zavarja már össze. A
Ez teljesen egyértelmű legyen neki, hogy az hova érkezett. Ne kelljen már elgondolkodni rajta, hogy most belé... Hallod, ez nem kell gyerekkel, ez nem kell gyerekkel. Azt úgy mondom, hogy hosszú évek voltál. Nem jutunk el a legjobb pozícióit, ott úgy kell kiosztani, hogy szinte az összes defense frontnak a lényege benne kéne, hogy legyen, mert ne kelljen a defense-nek. Én most ezen mi csapatunknál is nem kérdés, ez a színes az offense-ben. Hogy állok és nem tudja, hogy milyen blitzjön én, meg ott állok és meg fél óráig tudom, hogy milyen blitzjön, mert ha felismered a felállást, akkor tudod honnan fog jönni a blitz, máshol nem jöhet, mert akkor hagytak neked egy felállást. De ahogy Vidi mondja zónnak, ez a szerintem talán egy running back alkalmas erre. Mert a legtöbbször ez van, hogy nem érték a különbség, inside stretch, a legtöbbször ez van, hogy már inside zone hívhatod neki, már egyből kiszaladni fele, és nem tudja tartani ezekkel lyukszabály, hogy első kettes, vissza a nullas, és vissza az egyes, hogy elindul, és azért az egész fel így dokol, a legtöbbször ez van, hogy már csávó fogja azt így jobbra, zone right van, kimegy a picsába, hogy igen, biztos ez is igaz, de ha nem úgy gondolkozunk ebbe, hogy ezt is meg kell tanítani, ennél nagyon hiszek ebbe, hogy ha nem úgy gondolkozunk, most nem feltétlenül ebbe minden ilyen rendszer, hogy ezt is meg kell tanítani, hanem ezt kell megtanítani, akkor még akár kevesebb is lehet szerintem ez az egész. Még egyébként én azt gondolom, hogy most másodszor jövök fel a Harry Kenszel, nem a szívem csücske a Harry Kane-t, tehát ne értsetek félre semmi. Istenem, mennyi hogy, mindent kell majd kivágnom. Nem, abszolút, nem. Sőt, én azt gondolom, hogy na mindegy, van arról is egy véleményem, hogy nem tudnak változtatni. De ők ezt csinálták jól, például velem szemben, hogy ők egy dolgot elkezdtek, azt hiszem talán a második számú, vagy junior, vagy nem tudom milyen csapatoknak is, és ezt az egy dolgot tanítják. Az egy más kérdés, hogy ezt azért hibának tartom egy picit, ha már úgyis ki kell vágni valamit, hogy ha megbajolhattak egy valamit, viszont azt érzem, hogy nem tudnak reagálni ez a döntő tipikus esete. Hogyha azt viszont levédekezik rajtuk, akkor kész, és ennyi a történet. De ez az előnyünk is, hogy egy dolgot tanítanak, arra koncentrálnak, nincs gap offense, meg kicsit zone, meg kicsit play action, meg egy kicsit nyomjunk minden, hanem ezt megpróbálják megtanítani, és ezt valószínűleg jobban tudják megtanítani, mintha mindenből egy picit. Én egyébként ebben látom, még a gap offense szemben belül is abban látom, hogy vagy egy sima gap offense-t játszunk, és nyissunk dugakat bizonyos szabályok szerint, csak ebben már nem biztos, hogy belefér, mert egyébként szerintem a gap offense olyan egyszerű, mint ahogy ezt így leírogatjuk. A gap offense, nyissunk egy dugat, és nem biztos, hogy belefér legalábbis nálunk, sose fér bele a csapda, counter, a húzások, mert az megint egy technika, amit meg kell tanítani. Megint egy és egész más, mint maga a gap offense alap belső lyuka nyitása. Én ezt látom, hogy annyi mindent próbálunk beházudítani az offense falaira, most nem feltétlenül ti, vagy nem feltétlenül én mondjuk, vagy csak a saját hibáimról beszéljek. Annyi mindent próbálunk beházudítani az offense falaira, amit talán én értek, és azt hiszem, hogy ez több világos mindenkinek érteni kell, holott nyilván ez nem így van. Hogy, és mindig beleesek abban a hibában, hogy beleszoktam esni, hogy mindig nekem azon állni, hogy elég volt ebből, hogy a Győrbe, Dunajvárosba, mindegy, futunk, és mondjuk, hogy megtanítok majd mást. És nagyon nehéz mást tanítani. Vagy akkor valóban azt kéne, hogy junior korttól, hát már aki juniorba kerül egy csapatba, ugye, tanítani egy rendszert, és ahhoz megpróbálni ragaszkodni. A másik baj az, hogy azt tud ragaszkodni, ez is az én véleményem, egy szisztémához, aki kiválogatja a játékosait. Érted, hogy van egy szisztémám, hogy te gyere, mert te gyors vagy, vagy mit te gyerekefent, gyere, mert te marha erős vagy. De mi nem tudunk válogatni. Hozzánk jönnek az emberek, és akkor talált ki, bazdmeg, ezt tudom, most mit csinálják. Tehát ez nyilván egy újabb probléma. Azt is kicsit problémának érzem, hogy nagyon sokat így hallgatom, meg beszélgettünk most percőképzéssel, meg beletek is. Hogy nagyon sokszor így a mindenki az ilyen puti megoldást keresi taktikába, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy az a kis tanul, amit eljön, tehát mindenki a neve, az egyénileg azzal a gyerekkel foglalkozunk, hogy mélyebben maradjon, keményen vett, hogy jó, hogy jól csinálják taktikába.
Ez a baj, hogy nincs annyi létszám, amiből tudnám, és ez a baj, hogy pluszba ezeket 10 fő tanított, és a csapat eleve most 10 fő jönnek állandóan, és ebből van 3-4 játékosok kiemelkedő, és látszik is, de többi kibaszívan jegyzése van. Sajnos neveztünk, csinálni kell. És akkor ez van, hogy már taktikázni kell. Én hát ennél normális maga, aki tudsz, minden is ott vannak, aki ott van, már tanítasz, de aki nem jön, és ez szoktál látni kisebb létszám csapat, ahol kevesebb a létszám játék, így van, ahol kevesebb létszám játék létszám, és akkor legtöbbször ez látszik, hogy már ott csak próbál taktikázni az edző, de csak szerintem ezen a szinten itt Magyarországon, ahol mi tartunk, mindenki, farkasok is, akárki, tehát ez nem ilyen megadáló akart lenni. Itt, hogyha tényleg azon foglalkozunk, és tényleg olyan mondod, le is jár az a hülyegyerek edzésre, és itt van folyamatosan, akár csak 2 évig, és odafigyelünk rá, több mindegy, hogy most kerkofenc játszunk vele, vagy akármit, hogyha ő egyébileg kurva jól tudja a feladatát, akkor szét fogja csapni. Biztos igazad van. De én veled értek egyet, hogy igen, az exhibicionizmus út talán... Nem csak az egyébként, hanem olyan trendek, hogy tehát mindenki tudja, hogy edző és edző között még ezer szint van, még magyar berkeken belül is. Nagyon nem 1000, de 500. Az a lényeg, hogy amikor elkezdődött ez az egész szervezett foci dolog itt Magyarországon, mikor volt? Az első bajnokság 2005. Jó, az a lényeg, hogy mindenki látta, hogy a működőképes csapatok, most csak én a defense-ről beszélek, egy statikus 4-4-es defense-t játszanak, amiből tök jól lehetett akkor mozogni, és mindenki átvette, mert nem tudom, hogy ez a kreativitás hiánya, vagy egyszerűen pont az, hogy biztosan mennek, de akkor ez kialakult. És aztán amikor a tévében, meg mindenhol látták, hogy a 3-4-es defense-ek mennek, ami egyébként egy hülyeség, majd 3-4-es defense az ezerféle lehet, de a 3-4-es defense-ek nagy csomagja működik meg, akkor mindenki elkezdett egy picit átmozgni. De offense-ben ugyanez, hát ami régen egy futóliga volt, manapságban nem egy futóliga, mi örülünk, hogyha találkozunk egyszer-egyszer egy próban felálló csapattal, soha gyakorlatilag, nem soha, de tényleg 10-ből 7-szer spread csapattal találkozunk, 2-2-3 szettekkel. Ez már nem egy futó liga. Pont ezért, mert ez egy változik a defense is. Persze változik a defense, csak azt mondom, hogy nem az kell, amit a coach mondott, hogy hány jól passzoló irányító van, hanem egyszerűen csak egy trend kell hozzá, és azt mondja valaki, hogy meg kéne próbálni. Nem gondolja el, hogy most az irányító, hogy lelkapon meg tudja csinálni, ez már más kérdés. Nem gondolja el, egyébként ez szokott lenni, hogy nem gondolják át, hanem tényleg látnak valamit, vagy látnak. De ezt is megértem valahol, mert azért minden, aki edzőnek nevezi magát, vagy nem nevezi, azért az is fejlődni akar valamit, nem? Szóval most egy defense-ben viszonylag, most defense edzőként, azt is csinálgatom, az könnyű, mert mindig a másikhoz kell, jó, az offense-ben is kell, de néha azt mondod, hogy hát azért most már azért kipróbálnám magam egy kicsit, és kipróbálnám magam, csak a többi játékos az nem próbálná ki magát, mert nem akar passzolni, hát a Győr a tipikus esetben. Hát ott tud passzolni, akkor hát ezt nem lehet, passzolgatni, mit akarunk, hát ami egyszer szép, csak az a baj, hogy a Győr is találkozik ma már olyan csapatokkal, hál' Istennek, aki megfogja a futást. Csak így állunk meg, hát ez passzolos, hogy? Hát úgy gyerekek, hogy azért valami passzjátékot, most nem mondom, hogy másfél 10-14 receiverre kéne felállni, azért valami passzjátékot kéne csinálni, mert fogunk találkozni olyanokkal, akik azt mondja a szembeli edző, hát ez a sok passz mindig csak fut, hát ezért csak megfogjuk már. És azért lássuk be, mint a 10 emberrel a boxba, most persze túlzok, azért csak elesik a ránikbek egy idő után, még ha jól is blokkol a fal. Jó, nem biztos. Jó, és még egy dolgot szeretném fölírni mindenkinek a figyelmet, és ezt nagyon szeretném az edzőim. Én most már elkezdtem ezzel foglalkozni, a speciál tímek. Konkrétan azt látom, hogy mindenki azzal akar túl lenni ezen, hogy figyelj Józsi, rúgj egy baszott nagyot bele a labdába, és ott majd elkapja valaki, meg megfogjuk. De most konkrétan, most lehet, hogy
biztos tisztelet a kivételnek. Tudom, én is van nézett be azt meg. És hát az pont nem. Az biztos. De én az nagyon szeretném, ha is csak sem minden. Én is nagyon sok, egyébként erről viszonylag, mondjuk egy kickoffról, egy puntról, a többiről nem. Erről a kettőről viszonylag sokat tudok majd egyszer beszélni. Csak azt szeretném, hogy tényleg ezzel kicsit többet foglalkozom, mert óriási lehetőség mondott ennek. A, igaz szerint? Na, inkább a zónáról beszél. Érkezted ezt? Lemaradtam az elejét. Mert azt gondoltam, hogy eljön az idő, amikor egy nyugófutást így fognak megfoglalni, de kerek rólam. Ez volt a véleményem, hogy is jön az idő, tehát egészen biztos vagyok. Meg a Győrre és a Dunajvárosra is nagyon nagy bajai voltak, amikor fölrajzolod a playeket mindenféle defense felállásra, de mondjuk, nem tudom, ebből a defense felállásból van egy keresztezés. És konkrétan a Dunajvárosi offense, ahol abból lett elegem, hogy így állt a keresztezés. Hát nekem őt kéne blokkolni. Ez a rohadék, mi az a... Érted? És arra jöttem rá, hogy mindent meg kell tanítani, de nagyon nehéz azt elérni szintén két edzésem, hogy jó, figyelj, csak itt áll a rás, de ha az elmegy befelé, tudod, akkor már nem ő, nem nálunk az, hogy így jött a futás általában, azt a rohadék, ez elszaladt. Azt észre sem vett, hogy a másik így jön mellette kifelé. Ja, most már mindegy. És akkor ebből úgy elegem lett, hogy próbáltam ezt így, jó, de és az már nem sikerült két edzésen, vagy én vagyok. És ezeket meg tudjátok most fogni? Már vagy? Meg tudjuk-e csinálni? Meg tudjuk-e csinálni, hogy most ez megy. Nem. Én még nem tudtam. Szóval nálunk az én csapatban még sosem tudom, hogy nem. Azt hiszem, hogy senki. Igen. Ez így működik, hidd el. Tehát, hogy van, aki ellen megy, de az nem azért megy, mert mi marha jól csináljuk ezt, hanem az ellenfél még nálunk is rosszabb tud lenni, maximum mennyi történik. De nem, egyelőre nem megy jól. Mi kell egy idő áll a zóna offense ezért kell? Hát igen, kérdés, hogy mennyi az így. Csak kérdésünk. Hát figyelj, egy-két szezon is kész. Normálisan érti, ha ugyanaz a maga dolgozva. Hát egy képpen. Én nem tudom, én nem vagyok ebben ilyen okos, én csak remélem, hogy... De nem, egyelőre nem megy jól. Ez a baj ugyanaz, hogy visszatérve a magyarországi kérdés, hogy van neki egy órán, vagy két órán, mondjuk hat fal emberetás szerencség, annak kiállnak kérdést, és belőle van, mint tudom, egy 18 éves kis gyerek, most megy ezett ember. Egyértelműen a kezdet, ez nem bulizik, csajozik, lakot, nem jár. Utána meg két potolni ez az ember, és ebben a szisztéma, ezen nehéz, hogy már beirejeszkedni valaki jó. Egyébként a szabályok tök könnyű, de neki is kell idő, hogy a, és ez a baj itt Magyarországon, nincs egy maga, a Zolán se, Kínán se, mondom már nem mindenhol, minden posztum, hogy van annyi játékos, aki jár meg kezdés, aki az egyik edmen, és potolni valaki rá. Mindig az egy játékos. Majd azért látok, hogy mondjuk most megszűnt az a tendencia, például ott nagyon jól csinálják, nem tudom mi, hát aki régen lebben a fociban az emlékszik rá, hogy mi volt, jött egy nagy dagadt disznó, azt beraktuk az offense falba. Mindig ez volt. És még ma is látok, és azért egy nagyon nagy darab, most mit tudom én, túl, nagyon túl súlyos emberrel azért ezt nem fogjuk eljátszani. Nekem van egyébként, de ez már nem biztos, hogy ezt tartozik, csak egy kíváncsi lennék, hogy máshol is úgy van, hogy aki igazán egy nagyobb darab gyerek, mint akit már falba be lehet állítani, és érzed rajta, hogy a agresszív. Tehát ez egy olyan igazi kis harcigép, az nálatok is mindenki átmegy a defense falba. Nincs ilyen. Egyszerűen nem tudom, ahol bejönnek, mire azt mondanám neki, hogy legyen offense fal, már jelentkezik, hogy áll a defense falnál vagyok. És már szeme más, mint az offense fal. Sok ember keveri, hogy én így tudom, hogy a legalább az online-ba kell tenni. Mert ott egyébként sok mindenki tudja, nem tudom, hogy tudja, hanem, hogy egyébként a defense nem ült, az offense ült. És itt érzem, hogy teljesen fordítva van, hogy a defense ült, és az offense fogad. Érted? De teljesen fordítva. Én ezt nem értem, de mind a két helyre ilyen emberekkelnek. Tehát két falnak, annak mind a kettőnek agresszívnak. A probléma az, hogy van a srác, aki beállítottságban, ő azt mondja, hogy nagyon szereti a tömegállítja, arra, hogy
De és akkor ő azt mondja, hogy ő mindenképpen szeretne erőszakoskodni, és jön be a Lifeszre. Nem hiszi el, nem mondja azt nekik, hogy nem. Ja, ja, ez igaz. Fölén a nagyobb. Ugye maradik be. Fölén a nagyobb, mint én mondok. Megtartom neki a playbookot, és akkor elkezdik az neki magyarázni egy idő után. És akkor ezt kéne csinálni, meg így tudok, hogy nézzük, darabig, nézzük, nézzük. Hát nézz, hogy túloldalra. Ó, bazd meg, már ki a zsákot üti a másikat. Jó, két perc van már eloldalgott, már úgy kell visszahúzni. De a defense playbookot se tanulni el. Szerencsére nem mondani fegyelem. Csak? Legalább valaki. Normális ízék is agresszort akarok, a falba az eltűnik három edzés után, és látom már, hogy a defense-ből van, és onnan terrorizálja a tejvetököket, akik offense-orba állnak. Gondoltam, hogy máshol is így van, de ezek szerint ez nálunk ilyen sajátosság. Valószínűleg nekünk is szól a kérdésünk. Ebben viszont nem akarok. Én nem kérdezem meg, hogy ő mit akar. Lehetne így is, csak tudod, annyira más a... Az, hogy csak itt kéne megcsinálnom, mert amúgy mindenki megtalálja a hét automatikusan, és aki nem, ugye ott nem érzi magát, az úgyis megtalálja azt, amiben jó. Tehát ahol jól játszik, ott mindenki jól érzi magát. És ez nekem jó, kivéve ezt az egyet, mert tök jó, hogy vannak ilyen hullámok, amikor kialakul 9-10 defense falember, és úgy kell 5 offense falembert összekötözni, hogy ti már nem mentek sehol. És akkor általában kimaradott, aki kicsit így visszafogotta. Végül, ha belegondolsz, logikus. Mert igazából tényleg a néma hősök, nem? Szóval igen. Soha nem beszél róla senki, hát persze az offense part is van. Az első egy éved azzal megy el, hogy addig üssed az arcát, amíg föl nem hergeli magát annyira, hogy valaki bácsa véletével. Jó, passzolunk, az hidegvédő. Tehát mi nagyon sokat passzolunk, passzolunk, hogy ki kell várni, míg odajön, és utána lehet. Persze, kivárom, mikor odajön, csak amikor odajössz, akkor ütöd veled, amíg vége nincs a play-nek. Ha odajött az irányítóz, akkor letéped róla, egy kicsit még belelépsz az arcába, amikor már földön van, ráfekszel, ráülsz, és akkor mindezután felállsz, és személyben nézel, hogy segítsz. 10 éven keresztül mit tanultam?